Borbás Marcsi volt a vendég Áder beszélgetős műsorának legújabb részében. A köztársasági elnök arról kérdezte a műsorvezetőt, hogyan lesz valakiből a földrajz, biológia és művelődés szervező szak elvégzése után gasztroangyal, sikeres műsorvezető és lelkes gazdálkodó. A kékbolygó legújabb adása mától elérhető az interneten egy tévés műsorvezető készen megkeveri a moslékot. Borbás Marcsi első televíziós emlékét idézi fel Áder János podcastjában. A szerkesztő műsorvezetőről talán kevesen tudják, hogy földrajz és biológia szakon végzett a Pécsi Egyetemen, de művelődés szervezői végzettsége is van. Tíz évvel ezelőtt indult a Gasztroangyal című műsora, ami az egyik legnépszerűbb műsorrá nőtte ki magát, és ami számára is fontos küldetéssé vált nagyon idegesít, amikor azt, fogják, azt mondják az emberek, hogy, hogy nem csinálom a konyhakertet, mert nem éri meg, mennyivel olcsóbb megvenni. De nagyon megéri, nagyon megéri, mert te komposztálni fogsz, lesz humusz a konyhaföld, konyhakertet talajában, táplálékdús zöldséget vegyszermentesen termelsz meg, és egészséges leszel, nem csak te, hanem a gyermekeid is. A köztársasági elnök a Kékbolygó legújabb adásában arról kérdezi a Prima Primissima Díjas műsorvezetőt, hogyan lett az élete része a magyar gasztronómia, és miért vált fontossá számára a fenntarthatóság, miért lett célja, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy otthon gazdálkodjanak, ami őseinknél teljesen természetes volt. De, de csodálkozunk arra, ami a nagyapáink számára egy teljesen természetes, sőt, szegény ételnek, tehát tulajdonképpen egy szükség szülte, a Abszolút. kényszer szülte ételnek és étrendnek volt minősítető, ma erre rácsodálkozunk, mint valami szuper sőt, hát, Borbás Marcsi ma már az őrségben él, és maga termeli meg, amit csak lehet. Én gazdálkodom, komolyan gazdálkodom, hát Erről készítek sorozatot is, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy próbálok mindenkit meggyőzni a, 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 arról, hogy, hogy érdemes két tenyérnyi kis földön is valamit termelni. A beszélgetésben szó esik a humusz csodájáról, a permakultúrás gazdálkodásról és a hungarikumnak számító főzelékről is. Áder János legújabb podcastja mától elérhető az interneten.